To anybody. Kedves hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, kedves miniszter úr és kedves miniszter asszony, kedves kollégák, kedves külföldi vendégeink, mindig is nagy örömömre szolgál, hogyha a többi mérnök között ülhetek, és most a mai napon az Európai Unió energiapolitikájáról fogunk beszélni, és nagyon örülök, hogy ma bevezethetem önöket azokba a kihívásokba, amelyikbe nekünk is be kell szállnunk, hogy elérjük a céljainkat ebben a régióban. Miért is azok a faktorok, amiktől versenyképesek tesznek minket? Itt az szakértelmükre is szükség van, és remélem, hogy a konferencia betölti majd a hivatását, és sokkal jobban örülnék még akkor, hogyha a minisztérium is ki tudná venni a részét a célok beteljesítésében. Kihívásaink kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ezek nagyon jelentősek. Az Európai Unió igen céltudatos, ambiciózus széndioxid redukciós célokat nevezett meg. 2015-re 80%-kal kell csökkentenünk a kibocsátásokat. Nézést. Tehát 80%-kal 1990-es szinthez képest. Hogy ezeket elérjük, a kutatás és fejlesztés terén nagyon fontos előrelépéseket kell tennünk. Nem csak a nukleáris energia terén, az atomenergia terén, és nem csak a negyedik generációs reaktorfejlesztés területén, hanem garantálnunk kell a megfelelő rugalmasságot is annak érdekében, hogy az integráció működjön, intelligens hálózatokra, intelligens mérésekre és elektron villamosáram tárolásra is szükség van. Tehát, hogy ezt a 20-as célokat elérjünk, úgy gondolom, hogy nem csak a célokat kell teljesítenünk a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében, hanem fontos szerepet kell betöltenie a tagállamoknak annak érdekében is, hogy megtaláljuk a megfelelő energiakeveréket is, és kidolgozzuk az atomenergia megfelelő helyét is, és a tiszta energiákra kell koncentrálnunk. A megújuló energiaforrások nagyon fontosak, de kiegészítőként kell őket az alacsony széndioxid kibocsátású egységek mellett ezeket használnunk. Hogyha a villamosáram fejlesztésről beszélünk, akkor a működési biztonságról is beszélnünk kell, feltétlenül szükségünk van, és fontos, hogy az ellátás az a keresletnek megfelelő legyen, illetve hogy a kereslet megfelelő legyen az ellátással. Nagyon fontos, hogy infrastruktúrális fejlesztéseket tudunk végrehajtani. Kedves kollégák, pont ezért jöttünk ide. Nagyon fontos feladatok állnak előttünk, és önöknek, a mérnököknek lesz ez a fekvő feladata, hogy ebben segítsenek. Ki az, aki ki fogja tudni találni, hogy milyen infrastruktúrális beruházásokra van szükségünk ebben az évtizedben, legalábbis az Európai Bizottság szerint, hogy ők mit becsülnek? Hölgyeim és uraim, ezer milliárd euróról beszélünk, tehát ezt az Európai Bizottság becsülte fel, hogy 2020-ig az Európai Unió előregedő energiarendszerét ilyen költségek mellett kellene majd felfejleszteni 2014 és 2020 között. Kb. 200 millió euró szükséges az infrastruktúra fejlesztésére kizárólag. Annak érdekében, hogy az infrastruktúrás fejlesztések sebességét növeljük, az Európai Bizottság kezdeményezte, hogy az infrastruktúrális támogatási rendszereket frissítsük, és hogy pán-európai energia infrastruktúrákat hozzunk létre, ami jelenleg intézményközi tárgyalásra képezi tárgyát. A politikai döntés az az év végére várható. Egy rendeletre számítunk, ami egy új pénzügyi eszközt bocsát meg rendelkezésre az infrastruktúrális fejlesztésekre 2012 végére. Az európai eszközök kapcsolati rendszerekhez 9,1 milliárd euróra van szükségünk, hogy ezeket fejlesszük európai szinten.
Folyamatos fejlesztési tárgyalások vannak tehát, és már ezek, tehát mondtam, folyamatokban vannak. Vannak prioritási csatornák az infrastruktúrális fejlesztések tekintetében, a dél-észak-déli kapcsolatok folyosóján, és ennek a munkacsoportjai közép-kelet és dél-kelet Európában a észak-déli csatornák tekintetében nem csak alternatív földgáz forrásokat engednek majd az izolált piacunkra be, hanem piaci integrációhoz visznek majd minket, és szolidaritást alakítanak ki a elektromosság és a gáz terén is az országok között. A fizikai infrastruktúra így felfejlődhet majd, hogy versenyképes gázpiac alakulhasson ki 2017-ig. 2013-tól, 14-től Lengyelországba érkező energiákkal és földgázzal a Kaszpi térségből szintén számolhatunk majd, és majd Horvátországra is számíthatunk, ami valószínűleg majd 2017-től jön a képbe, mivel a horvát kormány nemrégiben ezt nyilatkozta. Remélem, hogy a határidőket be tudjuk tartani, hiszen mindenképpen szükségünk van a horvátok segítségére. A megfelelő kapcsolatok és a források tekintetében úgy gondolom, hogy 2017-re már egy versenyképes gázpiacot tudunk majd létesíteni. De mindenképpen meg kell határoznunk a feltételeket és a célokat. Most már előre haladott a beállapotban vagyunk, de az Európai Tanács 2011-ben nagyon fontos célokat határozott meg már az magyar elnökség alatt. 2014-ig kell ezeket a célokat teljesíteni, illetve 2015-ig is vannak teljesítendő cél. Mindenképpen azt láthatjuk, hogy a közép-kelet-európai térség néhány éves lemaradásban van a célok teljesítését tekintve. Úgy gondolom, hogy azért mégis ennek ellenére nagyon sok fáradozást tettünk meg az elmúlt időszakban, és lehet, hogy mégis sikerült teljesítenünk a céljainkat. A cseh, szlovák és magyar piaci kapcsolódásra nagyon büszke vagyok. Úgy gondolom, hogy ez is segíteni fog majd a piaci célok megvalósításának tekintetében. A belső piacok tekintetében, energiapiacok tekintetében sokkal jobban előre kell haladnunk a megújuló energiaforrások felhasználásának terén. Az áraknak a csökkentésére is törekednünk kell, ami nagyon nagy lépés lenne a régió tekintetében, hiszen itt nagyon hatalmas költségeket jelentenek az energiaszámlák, a világon a legnagyobbat. Úgy gondolom, hogy ez számunkra nagyon fontos témát tud majd adni a mai konferenciára. I would like to thank you to our president for